vállalkozóként, tehát vállalkozói nézőpontból mondjuk egy vállalkozós tréningemen. Igazából azt az állítást így bele kiáltom az égbe, hogy szerintem a egész életem vagy az egész vállalkozói karrieremnek a mindenféle ilyen fejlesztési dolgát tekintve a magamon való dolgozás és akár az, az egyéb pszichológus volt a legdurvább roi jó, tehát a megtérülésű akcióm. Üdv a Vállalkozás és Pszichológia Podcastben! A műsorházi gazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphasd azt a gyakorlati tudást, ami szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is bele, kezdődjék az adás. Jó szórakozást hozzá! A mai beszélgetésünk fő témája az lesz, hogy mik a leghatékonyabb önismereti módszerek, és ezeken belül, ezeknek a megértésének a segítségével hogyan tudunk a saját életünkben fejlődéseket megvalósítani és elérni. Én vagyok Bence, és itt van velem. Kristóf. Az egész beszélgetésben nagyon sokat fogunk beszélgetni a sématerápiáról, aki még nem hallott róla, annak is érthető lesz, de aki már a korábbi adásunkat hallotta, azoknak is lesznek benne új anyagok. De itt a sématerápia az nem egy cél lesz, hanem egy eszköz az önismereti folyamathoz. És egy kicsit távolabbra indítanám ezt a témát, és arról kérdeznének téged, Kristóf, hogy ugye nyilvánvalóan te alapvetően egy vállalkozó bejtottságú ember vagy, és mégis foglalkozó önismerettel, meg rengeteg ilyen képzésen is voltál, meg, meg, voltál ugye terápiában, és kicsit mesélsz arról, hogy mik voltak azok, amik neked a legszimpatikusabb megközelítések voltak, vagy éppen amik legérdekesebb témák voltak, amivel foglalkoztatok, ami hasznosnak tűnt? Érdekes, hogy úgy foglalkozol, hogy vállalkozó karakter vagyok, mégis foglalkozok én ismerettem, mintha tudom, hogy nem így gondolod, mintha lenne benne egy ellentmondás, és lehet, hogy amúgy van, mert a legtöbb vállalkozó ezen nem foglalkozik, de szerintem nagy hiba. Tehát mindenkinek mindentől függetlenül ezt kellene nyomnia. Én nem tudom, hogy milyen terápián voltam. Én egy, egy évet jártam pszichológushoz, egyébként gondolkozom, hogy megint be fogok nevezni. Csak érdekességképp mondom, most egy, egy év eltelt azóta, hogy egy évig jártam. Tehát ilyen egy évig jártam, egy évig nem, most lehet, hogy megint belevágok. Biztos, hogy nem csináltunk sématerápiát, mert azt észrevettem volna a múltkori beszélgetésünk alapján. Igazából beszélgettünk. Felmerültek egyébként témák, ilyen elméletek, meg nézőpontok, amiket a pszichológus így mesélt nekem, mert tudja, hogy ezek amúgy így érdekelnek. De most nem tudnék egyet se ezek közül felidézni. Illetve, ha nem csak a terápiát nézzük, voltam téta healingen, voltam családállításon, voltam ilyen csoportos coachingon, ahol ilyen többen voltunk egyszerre, szóval pár dolgot ezek próbáltam. Pont ezekre gondoltam, hogy nem csak azon belül, nyilván van a legtöbb ember, aki részt vesz terápián, nem tudja megállapítani, az adott módszer az most éppen a humanisztikus terápiában, vagy az analízisből való inkább. Tehát ezeket nem igazán szokták. Bocsát, eszembe jutott valami, többször felmerült a kognitív terápia, de mi nem azt csináltuk, hanem mint lehetőség felmerült, hogy, hogy így, mivel hogy nagyon okos vagyok, így elmehetnénk abba az irányba, hogy így ezt próbálgatjuk, de hogy egy, egy ilyen mezei terápiának gondolom, amit csináltunk. Igen, hát, de hasznos volt, hiszen jártad egy éven kereszt, azt igen, igen, meg hát én azóta azt mondom, most senkit nem akarok akitálni, hogy járjon pszichológushoz, de hogy egy kicsit azt csinálom, hogy, hogy igazából vállalkozóként, tehát vállalkozói nézőpontból, mondjuk egy vállalkozós tréningemen, igazából azt az állítást így bele kiáltom az égbe, hogy szerintem a egész életem, vagy az egész vállalkozói karrieremnek a mindenféle ilyen fejlesztési dolgát tekintve a magamon való dolgozás, és akár az az egyéb pszichológus volt a legdurvább roi jó, tehát a megtérülésű akcióm. Tehát, hogy gyakorlatilag őszintén lehet, hogy bármik vállalkozónak azt mondanám, hogy kezdjen el magán nagyon durván dolgozni, és az automatikusan hozni fog szinte minden mást magával. Most ez így lehet, hogy nyilván nem igaz százból száz esetre, de hogy én nagyon azt gondolom, hogy egy komoly ilyen magamon való munka az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nem tetszik ez, amit most mondtál, és nyilván egyet is értek vele, az is foglalkozom azzal, amivel. Általában azt szoktam megfigyelni az embereken, hogy aki elmegy mondjuk pszichológushoz, akkor azt megelőzi azért egy folyamat, egyfajta ilyen gondolkodási folyamat, amikor az ember először olvas könyveket, vagy éppen néz videókat, vagy hallgat előadásokat, akár interneten, akár személyesen, akár egy konferencián, mert véletlenül pont végig kell hallgatnia, vagy a kezébe kell egy barátjától. De hogy van egy pont, amikor az emberek elmennek pszichológushoz, és ez általában az én megfigyelésem szerint akkor szokott megtörténni, amikor azt érezzük, hogy az én egyedem, az én esetem az picit egyedi, és nem ugyanaz, mint amit le van írva a könyvbe, hogy sablonosan így működnek az emberek általánosságban. Na, de ez hogy volt, Kristó? ugye most augusztus van, 2022. augusztusa, én 2020. augusztusába kezdtem járni. Hát előtte körülbelül már ilyen 4-5 éven keresztül így foglalkoztam magammal, akár vállalkozói szempontból, akár ilyen lelki szempontból. Nekem ami a, azt az áttörési pontot hozta, hogy ráírtam a pszichológusra, az egy ilyen, egy ilyen magánéleti, ilyen, ilyen nagyon relatíve komoly ilyen trauma volt. Én nem gondoltam egyáltalán azt, hogy ez, tehát hogy, hogy, hogy nem az, hogy ez én esetem egyedi, hanem azt éreztem, hogy egyszerűen nem tudom ezt megoldani, nem tudom, hogy erre hogy kell ránézni, hogy lehet ezt, most így, fogalmazok, hogy lehet épésszel kibírni azt, amin átmegyek, és hogy ehhez kerestem új nézőpontokat. Meg amúgy is tök régóta gondolkoztam azon, hogy hogy, hogy, hogy milyen lehet, hogy biztos jó lenne egy ilyen pszichológus és természetesen csak azt hoz meg, ami nagyon Persze. rendben van. Engem az érdekel itt útközben, hogy ugye rengeteg emberben felmerülhet az a kérdés, hogy rendben van, oké, nehéz dolgok történtek, de hát most mit, mit tud mondani, leülök vele beszélgetni, barátaim egyébként is vannak, és attól még nem lesz könnyebb, hogyha tehát a trauma nem fog meg nem történté -e válni azáltal, hogy ez megtörthet, hogy, hogy emeljek egy pszichológushoz. Tehát, hogy ez, ez, hogyan lehet mégis hasznos? Bennem az volt az al alapján attitűd, így a, a szituációval kapcsolatban az életemben, hogy vagy én vagyok hülye, vagy más. Tehát, hogy vagy én megyek szembe az autópályán, úgymond így, nem tudom, lelki értelemben, vagy, vagy nézőpont értelemben, vagy nem én. És hogy a, én, én nem azt akartam, azt hiszem, bebizonyítani, hogy most nekem van igazam, vagy nem nekem van igazam, hanem hogy egy olyan ember, aki folyamatosan ilyen esetekkel találkozik, valószínűleg, hogy ő. Ő ezt hogy látja, hogy ez, hogy, ez, hogy ez amúgy mással is meg szokott esetleg történni, és akkor azok az emberek, hogy tudják ezt kezelni, vagy hogy ez egyáltalán hogy kell ehhez nyúlni. Tehát én, én valahogy így gondolkoztam erről. Tehát, hogy az a fajta tapasztalat, hogy ő sok embert látott, sok embert mélységében megismert, az lehet, hogy neked is ad hasznos szempontokat, megtapasztalatokat. Igen, igen. És végül is ez be is jött, abszolút. Tehát ny nyilván nem az, hogy most, jaj, hogyha még száz embernek ugyanez van, akkor most nekem jobb, mert attól nem jobb. Csak hogy a, azt gondoltam, hogy valószínűleg erre vannak ilyen, most nem úgy sémák, talán, mint, a, mint hogy a, a sématerápia, bár lehet, fele tudja. Tehát, hogy erre vannak ilyen megszokott dolgok, hogy ezt hogy lehet az ember ben így ö, kezelni, vagy hogy tud úgy ránézni, hogy, hogy ne nyom meg, mint ahogy én azt éreztem, hogy megkattanok, hanem kapok úgymond valamilyen segítséget. És milyen bátor vagy, hogy elmentél, hogy egy ezt a példát? én mindenkit bíztatok rá. Tehát itt a, én úgy érzem, hogy van egy ilyen érzés a legtöbb emberben, aki még nem volt pszichológusnál, hogy ez, ez ilyen furad dolog, hogy csak a beteg emberek mennek, meg az ilyen nagyon őrültek, vagy akiknek ilyen, ilyen nem tudom, eszement dolgaik vannak, de hogy Szerintem minden emberre ráférne akár az, hogy egy kicsit így ebbe beleálljon, attól függetlenül, ha nincs olyan extra problémája. És azt is szoktam hallani, hogy, hogy, sokan azt mondják, hogy hát, hogy a pszichológusok azok ilyen problémákat teremtenek. Tehát, hogy tök normális vagy, elmész pszichológushoz, és akkor így rájössz, hogy bolond vagy. De hogy én nem erre gondolok, hanem szerintem biztos mindenkinek a maga szintjén megvannak azok a problémája, amikre lehet, hogy nem ismer ránézni esetleg, vagy, hogy nem akar szembenézni, de ezekkel szerintem jó foglalkozni. Szerintem kettőnk között van egy olyan alapvetés, hogy nem biztos, hogy minden hallgatónak magától értetődő, méghozzá az, hogy a, a világban való történések azok nem önmagukban okozzák a mi érzéseinket. Tehát az, hogy most éppen elment egy munkatársam, vagy éppen nem tudom, nem úgy fejlődik a cégem, ahogy szeretném, vagy éppen nem érzem annyira jól magam a bőrömben, akkor az nem csak azért van, mert hogy nem tudom, ez a munkatársam hülye, vagy mert a magyar gazdaság a szörnyű, hanem te meg én azért már ma alapnak tartjuk, és ezért mondtuk ideig azt, hogy hogy oké, okay, de erről a helyzetről nekem van egy meglátásom, nekem van egy megélésem, az, hogy ez hogyan élem meg és tapasztalom meg, bőle, mit gondolok erről a helyzetről, és te erről alapból is már úgy álltál hozzá korábban ezekhez a helyzetekhez, hogy ez nem csak a, a külsőségeknek köszönhető mindez, hogy éppen most van-e kollégád, vagy nincsen, hanem te amúgy is dolgoztál azon, hogy hogyan tudsz te akár jobb vezetővé válni, és végül is ez itt is megnyilvánul, hogy valójában a belső dolgok azok nem kizárólag a külső dolgokból fakadnak, hanem hogy ez, ez kettő, gyakorlatilag két külön dimenzió valahol, még hogy egymással van, még kapcsolatban is van. Ugye az nagyon látszik, hogy, és egyébként szoktam is használni, úgymond ilyen vállalkozói szituációkban, Hogyha két céggel, vagy mondjuk két cégvezetővel pont ugyanaz történik, úgymond ilyen körülményként, akkor az egyik jól jön ki belőle, a másik meg rosszul, az egyik nem tudom, összeomlik, a másiknak meg semmi baja nem lesz. Hogy akkor valószínűleg nem a, a körülmények generálhatják ezeket önmagukban, hanem nyilván az emberben, hogy mi van belül, hogy mi lép reakcióban mivel, tehát hogy ez teljesen összetett dolog. A következő, ami gyakran felszokott merülni, az az, hogy jó, hát én ilyen vagyok, Kristóf. Hát, hogy én, én, egy aggódós vagyok, vagy én egy kiaválós ember vagyok, és hát ez a fajta rögzült gondolkodás az, ami azért az embereknek sokszor nem segíti az előrelépését. Tehát, hogy persze vannak adottságok, mi is beszélgettünk, amik így valamennyire az ember élete folyamán stabilak, de azért mégis rengeteg mindenen lehet változtatni, akkor is, hogyha az ember nem tudom, nem egy olyan könnyű helyzetből indul. Ha valaki hallgat, akkor ebből például nagyon sokat mesélt, meséltél arról, hogy, hogy mennyit nyíltál például az emberek felé, meg mennyivel jobban tudsz kapcsolódni másokkal, mert akkor korábban volt egy, ez ugye introvertált vagy, de egyébként, hogy mellette most már sokkal nyitottabbá váltál. Igen, ugye arról beszéltünk, hogy az introvertáltságot, meg a zárkózottságot sokan ilyen majdnem szinonímaként kezelik, és ugye az volt a, a véleményem, hogy ez amúgy baromira nem ugyanaz. Tehát én régen introvertált voltam, és zárkózott, és most is introvertált vagyok, mert szerintem ez nem nagyon tud változni, tehát ez az alap, ez a karakteremnek szerintem a része, hogy hogy inkább befele fordulok. Viszont az, hogy zárkózott vagyok, azt szerintem nem egy alapkarakter, hanem, hát ez, ez a véleményem, tehát ezt ez nem tudom ennyire, de szerintem az valami okozza, hogy zárkózott lesz az ember, hogy mit tudom én -e, gyerekkorában, nem tudom, megbántják, vagy, vagy így védekezik, és hogy hogy én nagyon zárkózott voltam, nagyon nem akartam magamról beszélni, és ez, ez sokat oldódott, és sokkal nyitottabb vagyok. Sok vállalkozó nevében mondhatom azt szerintem, hogy ez, ez egy jó dolog, hiszen itt vannak a podcastek, itt vannak a cikkek, amiket lehet vele olvasni videók, és így tovább. Igen. Azt gondolnám egy hasznos logikának, hogyha egy picit átvennénk azt, hogy milyen szakaszokból áll egy terápia, ami nem azért fontos, hogy az emberek most mindenképpen elmenjenek, hanem azért, mert ha valaki önállóan dolgozik magán, ezeknek a logikáknak a megértésével saját magán talán egy fokkal hatékonyabban tud dolgozni. Amiből most én elsőlegesen meríteni szeretnék, az a sima terápia, és ez nem csak azért van, mert hogy ezt az egyet ismerném, mert hogy nyilván sokat tanul az ember az egyetemen is, meg azon túl is, hanem inkább azért, mert hogy rengeteg összehasonlító vizsgálat alapján ez ott az egyik leghatékonyabb módszer, ami nem azt jelenti, hogy lenne hatékony, de hogy ez egy jó módszernek számít, csak ezért hoztam ezt fel. Én azt javasolnám útközben, hogy hogyha van bármiféle meglátásod a személyes tapasztalatait kapcsolatban, amit te így észrevettél, akkor ezt egész is ki, meg akkor is, nem a sématerápiához kapcsolódik. Oké. Okay. A legtöbb ilyen terápiában meg a sématerápiában is, az első szakasz az valahol az alapfogalmaknak a megértéséről szól. Hogy nagyon sokszor van egy ilyen edukatív folyamat is benne, mint egy kicsi oktatás is van egy ilyen folyamatban, még hogyha nem is a legtöbb. Tehát a legtöbb esetben az emberek úgy képzelik, hogy akkor elmegyek a pszichológushoz, és vagy az, vagy én beszélek végig, vagy az, hogy ő beszél végig, de ez, ez, nem így van, hanem ez egy oda-vissza kommunikáció jó esetben. Nem tudom, hogy, ne álltok, hogy volt, mert például vannak olyan irányzatok, mondjuk az analitikus módszerek esetén, ahol simán elképzelhető az, hogy a terapeuta egész végcsendben ül. És akkor te ott vagy, és erre mondjuk felmerülnek azok a kérdések a magánszemélyek részéről, hogy jó, de akkor most minek mentem oda? Tehát... Én úgy mentem pszichológushoz, és úgy mennék megint, hogy, hogy tulajdonképpen nem várok semmit. Vagy inkább azt mondom, a mai eszemben, hogy azt hiszem, hogy nem várok semmit. Tehát, hogy nincs egy ilyen elképzelésem, hogy, hogy minek kell történnie. Másik tapasztalatom, amit ismerőseim meséltek nekem, hogy ők, tehát, hogy bizonyos emberek nagyon komoly elvárásokkal mentek, hogy ott, hogy, hogy ott minek kell lennie, hogy mondjuk mondja meg a pszichológus, hogy akkor mi legyen. És hogy hát nem mondott semmit, hanem végig én beszéltem, most akkor ennek mi értelme van? Semmit nem mondott, csak kérdezgetett, én válaszolgattam, és akkor így, így, így eltelt az idő, és akkor mint tudom, négy alkalom után abba hagyta. Tehát uh, én magamon uh, nem érzem azt, hogy uh, nekem számítana, hogy én beszélek, ő beszél, szerintem ennek van egy ilyen dinamikája, ami éppen mikor mi, de hogy másoknál azt látom egy akadályként, hogy uh, ha nagyon ilyen nagy elvárásokkal mennek bele, akkor nem biztos, hogy tudnak magukon segíteni. Igen, mert nagyon sokszor ezek, amiket a változások, amik bekövetkeznek, azok nem a felszínen történnek. Tehát nem abba, hogy a a terapeuta mond egy mondatot, amit eddig nem tudtam, most már tudom, én ettől kezdve megváltozott az életem, hanem sokkal inkább az van, hogy, hogy befele viszi a, a, te figyelmedet, és a te személyes válaszaidat próbálja felszínre hozni. Amik ugye a te válaszaid, de hogy nélkül ne, nem biztos, hogy a felszínre kerülnének, vagy en megvilágítás ma helyezi ezeket. És amikor azt mondom, hogy például megérteni a fogalmakat, akkor a arra gondolok, amit korábban is megbeszéltünk, hogy vannak ezek az ilyen hiedelmek, amiket megnéztünk, ez a 18 séma, vannak ezek az ilyen séma, módok, és így tovább. Tehát meg egyáltalán az, hogy a, nem a körülmények okozzák önmagukban az érzéseinket, hanem az is, ahogyan ezekhez viszonyulunk, amilyen érzéseink vannak, amilyen tapasztalataink vannak a módban, és így tovább. Ami nekünk magától értetődő, de nem biztos, hogy mindenkinek az. A második szakasz az arról szól, hogy észrevegyük és megértsük ezeket az úgynevezett belső sémamódokat. Például, hogy erre messze egy pár szót beszéltünk is, hogy különböző helyzetekben lehet, hogy különbözőképpen érzem magam. Tehát elképzelhető, hogy amikor mondjuk a a munkahelyemen vagyok, vagy a vállalkozásomban, akkor ilyen nagyon erősen perfekcionista vagyok, és azt mondom, hogy oké, okay, mindent tökéletesen kell csinálni, hatékony vagyok, és hogy nagyon egy kicsit egy ilyen feszült, de mégis egy ilyen nagyon magas színvonalra törekvő hozzáállás nyújtok. Ezt úgy hívják, hogy perfekcionista mód, de simán van olyan, hogy mondjuk, hogyha sok nehézség történt, akkor belőle picit úgy érzem magam, mint mondjuk egy kisgyerek, egy mondjuk másik helyzetben, akár egy párkapcsolati helyzetben, és akkor ezt pedig úgy nevezzük, hogy mondjuk ez egy sebzett gyermekmód. Tehát vannak ezek a különböző módok. ezeknek a megértése és a felismerését a második szakasz ilyenkor. Van egy jó példám szerintem. mert többször talán említettük, hogy vettünk egy házat tavasszal, ami egy ilyen félkész épülő házat, ami most már lassan befejeződik. És hát ezért ott vannak ilyen döntési pontok, meg felügyelni kell az embereket, és, és pont az adás előtt beszélgettünk róla, vagy lehet, hogy, hogy, múltkor is, hogy, hogy nekem ilyen a elképesztő érdekes élmény az, hogy a megszokott környezetemben, a click marketing, meg úgy általában az életemben egy ilyen profizmusra törekszem, és magas színvonalat várok el, talán nem ilyen ilyen túlzó módon, hanem egy ilyen egészséges minőségre törekszem, és ezt alakítottam ki, és akkor beleesek egy olyan szituba, ahol, ahol az építőiparnak a legmélyebb bugyraiban a, a legfurcsább emberekkel kell egyeztetni és az a szitu, hogy pont reggel, ma reggel történt ez az eset, hogy egy, most burkolják az erkét, és van egy műszaki ellenőrünk, és észrevételez dolgokat, és akkor így kicsit közvetítenem kell a burkoló, meg a műszaki ellenőr között. Az, az én meglátásom szerint a műszaki ellenőrünk az egy nagyon profi, tehát ő az én világom, a burkoló meg nem annyira <laughs> az, az én világom. És hogy, hogy, pont mondtam a Nusinak, a feleségemnek reggel, hogy úgy érzem magam az ilyen, ilyen bizonyos magánéleti helyzetekben, mint egy óvodás. Tehát, hogy, hogy, itt van ez a szitu, most fel kéne hívnom a burkolót, de hát azt se tudjam, hogy ezt hogy mondjam el neki, meg hogy mi van, hogyha ha megsértődik, és hogy így ezt nem tudom megoldani, hogy inkább oda megyek gyors belül a kocsiba, oda megyek személyesen, hogy így elsimítsam, vagy hogy így mi lesz. És ilyen érzem magamon, hogy, hogy tulajdonképpen én majdnem ilyen pánikba esek, hogy fú, most ezt nem fogom tudni megoldani. És nagyon érdekes ezt kontrasztálítani állítani azzal, hogy a klikmarketing a meg a életnek számos más területén, meg ilyen nagyon higgadt, mindig tudom mit csinálok, megfontolt vagyok, nem esek pánikba, ezt mondom is mindenkinek, hogy ezt így érdemes csinálni, és hogy érdekes ez, hogy hogy egy ilyen számomra, egyébként azt azonosítottam, hogy a számomra ilyen nagyon ismeretlen, meg ilyen uh, tudással nem rendelkező témakörökbe, és általában magánéleti témakörökbe van ez, hogy így, így én nem tudom jól kezelni. Ez az nagyon, nagyon érdekes. Nem tudom, hogy érthető a Szerinten példa. tökéletesen érthető a példa. Az a nagyon jó benne, hogy, hogy tökéletesen az illusztráltad, és szerintem rengetegen vagyunk olyan helyzetben, ahol egy vagy másik ilyet helyzetbe fel tudunk hozni a példát, amikor kicsit én óvodásnak érezzük magunkat. És általában azt szokták mondani, hogy minél nagyobb arányban van ez az óvodás élménye az embernek felnőttként, annál nagyobb a sebzettsége, és annál inkább hasznos, hogyha dolgozik akár a terápia vagy bármi másik terápiás módszerrel. Mert gondolj bele, hogy egy ilyen óvodásnak érzem magam, és közben mondjuk kibillentenek ebből az vagy mondjuk egy ilyen fenyegetetnek is érzem magam. Ugye az óvodások hogy viselkednek, most nyilván nem magunkról beszélek, hanem mm. rendesen az óvodásokról, hogyha nekik konfliktusuk van, akkor nyilván kiabálnak, csapkodnak, nem biztos, hogy asszertívan tudnak jól kommunikálni, és még hogyha tudják az asszertív kommunikációnak a teendőit, hogy mit kell mondani, hogyan kell ezeket csinálni, nem biztos, hogy ezek történnek, hiszen elárasztják őket az érzések. És az a jó hír, hogy ezekkel a terápiás módszereknek a segítségével, hogyha valakinek mondjuk az életének a 70%-ában ezt a sebzett gyermekmódot tapasztalja meg, ezt vissza lehet szorítani. Akár egy ilyen 10-20-30 százalékig is, ami azért egy jelentős javulás az embernek az életében. Érdekes, hogy én magamon azt figyelem meg, mert ez egyértelmű, hogy amikor ezekbe az óvodás helyzetekbe kerülök, ami szerencsére, az én, tehát gyakorlatilag én csak most, én most tapasztalom ezt talán életemben először ennek az építkezésnek a, a kapcsán tehát amikor én óvodásnak érzem magam, akkor ezek szerint reagálhatnék úgy, hogy nem tudom, mondjuk ilyen agressz, hát nem úgy, hogy agresszív, hanem, hogy mint egy kisgyerek, hogy csapkodok, én inkább úgy reagálok ezekre, hogy elkerülöm. Tehát, hogy így megpróbálok így, így, így eltűnni, vagy nem tudom. Tehát, hogy ne, inkább nem hívom föl, hagyom, lesz, ami lesz, biztos megoldódik, csak hogy ne kelljen belekerülnöm ezekbe a, a helyzetekbe. Azért is, hogy ezt a példát. Tudom, ez is beszédes, hogy ki hogy reagál ezekre. Így van, mert vannak ezek, ugye, ezek a belső módok. Nyilván ez a fajta óvodás élmény, ez nagyon feszültséget okoz az emberben. Akár akkor, amikor ez a félelem van ott, akár akkor, amikor ez a dühös rész van ott, és erre sokféleképpen lehet reagálni. És az egyik, amit mondasz is, az az elkerülés, hogy van az az elke, vannak ezek az elkerülő módok. És van, aki mondjuk azzal kerül el, hogy mondjuk nem megy a helyzetek közelébe, és mondjuk halogat, meg van, aki azzal kerül el, hogy mondjuk, mit tudom, függő lesz, vagy bármi másik hasonló ilyen példát is fel lehetne hozni, de mondjuk a másik lehetőség, hogy ezt majd pont az ellenkezőjét csinálom, és akkor nagyon tökéletességre törekszem, és hogy igazából most akkor annyira mikromenedzselni fogom az egész folyamatot, hogy semmit nem engedek ki a kezemből, és teljesen megszakadok benne, de, de nem érdekel, de tökéletes legyen az egész folyamatod, meg a másik lehetőség. Meg van az a, az ön alávető rész is, hogy lehet csinálni, hogy oké, okay, bekapcsolt nem ez a gyermeki mód, akkor mondja meg valaki, akkor mondja meg a, a munkás, hogy mi legyen, és akkor az lesz mindegy, hogyha teljesen rossz lesz a háza van a nap végén, de hogy akkor. Szerencsére itt, mint a konkrét eset úgy végződött, hogy így próbáltam így felnőni a pillanatban, és oké, okay, hát mindegy, felhívom, aztán meglátjuk, és felhívtam a burkolót, és tulajdonképpen tök jól elrendeződött, és így a érdekes élmény az, hogy ez egy építőnek érzem, hogy na oké, okay. Jön óvodásnak éreztem magam, meg nagyon zavaró volt, de hogy tulajdonképpen elővettem a felnőtt eszem, most én nem tudok máshogy fogalmazni, és, és valahogy belálltam, és valahogy végül is megoldódott relatíve jól. Tehát, hogy valószínűleg legközelebb is ezt érdemes csinálni. Igen, tehát hogy van, ez, van, hogy van ennek egy gondolkodás beli része, hogy akkor hogyan lehet a helye, helyzetre helyesen gondolkodni, meg vannak ezek az érzések. És hogyha van egy elég erős egészséges belső felnőtt részed, az egészséges felnőtt mód, akkor ezeket a helyzeteket jól meg tudod oldani, és hogyha minél több ilyen helyzetet megoldasz jól, erősítik az egészséges felnőtt is benned. Hál', hál Istennek neked azért ez erősebb alapvetően is. Ami nagyon érdekes szokott lenni, hogy nagyon sokszor nem tudják a sikeres emberek megkülönböztetni az egészséges felnőtt módot az én perfekcionista módtól, mert hogy annyira magáévá tették az emberek, mint a hal hogy nem vesz észre, hogy víz van uh -huh. És azon gondolkodok, hogy közösen tudunk-e bármilyen példát találni, ahol ezt tudjuk illusztrálni, mert például a teljes esetben, akár a click marketingnél egy hát csomószor van ez a koncepció, ez elég jóra törekvés, hogy uh -huh. a 80 az rendben van, de, de biztos láttam, már te is, ha más nem, akkor a korábbi ügyfelek vagy ügyféljelöltek között olyat, hogy, hogy, hogy valaki szintén minőségre törekszik, de, de pont egy olyan mert kontraproduktív módon valósul ez. Meg tudunk szerintet közösen hozni egy ilyen példát valahonnan? eszembe jutott egy példa, ami pont most történik a click marketingben. Van egy ilyen kis házi projektünk, mi próbálom érthetően mondani. Szeretnénk kitenni a, cégnek így a, így a szervezeti, szervezési ábráját a, a tárgyalunkban a falra, hogy lássuk, hogy milyen pozíciók vannak, azok hogyan függenek össze, milyen osztályok vannak, a pozíciókat kiviszi, és ez hónapok óta dolgozunk ezen, és akik ezen konkrétan dolgoznak, ők annyira magasra teszik a belső mércéjük, ne a lécet. Részben ilyen érdekes, ilyen vélt vagy valós tőlem érkező elvárások miatt, tehát hogy azt hiszik, hogy nekem csak az olyan, ami full tökéletes, hogy gyakorlatilag hónapok óta nem kerül ki ez a, ez a tábla falra, és én már így mondom, hogy valahogy most már mindegy, rajzoljuk föl kézzel, vagy nem tudom, ragasszuk föl celluxal, csak hogy, hogy, csináljunk egy első verziót. Utána lehessen egy második verzió, leessen egy harmadik verzió, és hogy így ez egy ilyen érdekes ilyen challenge Neklátom, látom, hogy, hogy ebbe egy kócsolni azokat, akik benne vannak, hogy tehát senki nem várja, hogy ez tökéletes legyen, és hogy, hogy már az okoz kárt, hogy már öt beszélünk erről, el, tehát három hónap, és még mindig nem láttunk egy 1.0-es verziót. És hogyha láttunk volna három hónapja, akkor már a 30 nullásot futhatnánk, és már tökéletes lenne tényleg. De még mindig nem láttuk az elsőt se, ami egyértelmű, hogy nem lesz amúgy tökéletes, mert egyszerűen hogy lenne az, tehát sosem csináltunk ilyet. És én ezt régen rengetegszer csináltam, tehát azért vagyok tökre megértő ezzel, mert hát én nem tudom, én ebben nőttem fel, hogy minden csak tökéletes lehet és ezt le, le, kellett ebből valamennyit vetköznöm Ha túl sokat levetkőzök, akkor gagyi lesz a cég, de ha valamennyit nem vetkőzök le, akkor egyszer nem tudunk fejlődni. Talán azt is mondhatjuk itt, hogy ez a perfekcionista, amiről most itt beszélünk, akinek szinte semmi más nem számít, csak az, hogy tökéletes legyen az adott feladat ezzel szemben az egészséges felnőtt, aki mondjuk más szempontokat is figyelembe tud venni, akár azt, hogy mondjuk milyen a légkörek közben a cégen belül, neked milyen igényeid vannak, a kollégáidnak milyen igényei vannak ilyenkor, és hogy mondjuk, hogy az elég jó sem feltétlenül a probléma, ami az üzleti szempontokat is figyelembe lehet venni ilyenkor, és nem csak az, hogy egyébként mi az, ami, ami a tökéletesnek tűnik elsőre, hanem mondjuk a hosszú távú jót, még akkor is, hogyha van ebben egy hiba százalék. A másik, ami eszembe jutott, az például, a, amit tudok így, amit olvastam, amit láttam a Steve Jobsról, hogy ő hogyan kezelte a, a beosztottjait, hogy nem tudom, hogy velük. Olvastam róla, hogy állítólag hát ez még jó, ez, ez még a 80-as években volt, vagy talán lehet, hogy a 70-es években, hogy ilyen ö, olyan pólókba jártak a, az első epül alkalmazottak, hogy ilyen, nem tudom, 250 órát vagy nem tudom, 350 órát dolgoztam a héten, és akkor az volt a menő, hogy kihány hány órát dolgozott, és ilyen végletekig hajszolták magukat, és tehát ez sem biztos, hogy teljesen oké. Okay. Igen, mert hát ugye rengeteget beszélt az élet végén arról, hogy mennyire megbánt a szélányában, nem tudott időt tölteni Steve Jobs, tehát hogy ezeknek megvan az ára. Nekem a legtöbbször akkor szokott ez feljönni, amikor ügyfelek úgy jönnek hozzám, hogy megtörtént mondjuk a kiégés már, és már ott vannak a pánikromok, vagy a testi tünetek, vagy nagyon sok minden más, ami eddig nem jött szembe, mert nem volt szempont, hogy éppen hogy vagyok, az volt a szempont, hogy elérjük azt, amit el kell érni de nem biztos, hogy ténylegesen el kell azt érni mm -hmm. a minden másnak az árán. Na most a terápiában itt az szokott történni, hogy egyáltalán, a legtöbb esetben ezek nem tudatosak, hiszen hogyha tudnám azt, hogy most ebben a módban vagyok, most éppen ezek alapján cselekszem, akkor nyilván sokkal könnyebb lenne tudatosan más döntéseket hozni. Tehát az első lépés, hogy megértsük ezeket, és nagyon sokszor ezeket akár a testérzeteken keresztül is meg tudjuk érteni, mert lehet, hogy mondjuk amikor ez a belső ilyen sebzett gyermek van bennem, akkor lehet, hogy a torkomon érzek egyfajta szorítást. És ahhoz, hogy fel tudjam ismerni, mikor kapcsolódik bennem egyáltalán ez a belső gyermek, meg ez a fajta torokszorítás mondjuk egy hasznos ilyen, ilyen indikátor jelző lehet, hogy na, akkor most valószínűleg ebben a módban lehetek. Vagy a perfekcionisten állami ami szoktak mondani, még egy ilyen összeszűkő gyomorérzés többek között, vagy, vagy mondjuk egy feszültség a hátamban, tehát hogy ki milyen testérzetek alapján tudja azonosítani ezeket. Az önmagában már az, hogy észreveszem, az már nagyon sokat tud segíteni. Én nem tapasztaltam magamon azt hiszem, ilyeneket, Amit én figyelek magamon, és ez is ugyanúgy figyelhető, tehát önmagában az, hogy ideges leszek. Lehet, hogy amúgy ez is az, de hogy nekem így nem ilyen testi érzetem nincs, csak az, hogy érzem, hogy ideges vagyok, és így ö, úgymond nem logikus, tehát, tehát hogy így teljesen értelmetlen. Meg, meg látszik, hogy valami ezt ö, triggereli, tehát, hogy, in, hogy indítja valami azt, hogy pillanat alatt felmegy bennem a pumpa, és, és így ezeket észre szoktam venni néha ez érdekes, ezt el lehet figyelni. Igen, tehát ez alapvetően senkinek sem ösztönös a legtöbb esetben. Aztán, hogyha valaki ebben ügyes, meg fejlődik, akkor akár az érzések, akár a gondolati, visszatérő gondolatok szempontjából vissza tudja ezt fejteni. És az a jó hír, hogy ezek a sémamódok, ezek nem azért vannak, mert valaki rossz vagy hasonlók, hanem mert olyan élmények értek, aminek ez lett a természetes következménye. És ilyenkor a terápiában nagyon sokat segít az, hogy az ember meg tudja érteni, milyen funkciója ezeknek a módoknak. Tehát miért van ott? Mert általában ez a, ha most megnézzük ezt a sebzett gyermekmódot, akár az építkezés példánál, hogy tökérthető, hogyha hogy nem csináltam még ilyet, akkor van benne egy ilyen, ilyen félelem, és valószínűleg, tehát hogyha ha minden tökéletes lett volna az összes helyzetben, bármikor új dologba kezdtél vele életet folyamán, és mindig minden tökéletesen sikerül, akkor valószínűleg most sem ez a rész jönne fel, hanem egy uh -huh. ilyen nagyon nagy fokú bizalom. És akiben meg mondjuk nagyon erős ez a belső sebzett gyermek, az nagyon sokszor pont azért van, mert mondjuk pont nagyon sokszor sebezték meg többek között. Uh -huh. És hogy mindenkinek van egy egyéni élettörténet, ezeknek a megértése, meg az összekötése a módokkal segíthet abban, hogy ne azt érezzem, hogy jó valami elromlott bennem, hanem azt, hogy ez egy természetes, ahogyan én működök, és pont ez a fajta természetesség, visszatok az előző adásra, validációra, az segít abban, hogy megnyugodjak, és ezáltal még jobb döntéseket tudjak hozni, és még jobban tudjak cselekedni a bizniszben, vagy a magánéletben. Uh -huh. Ami a következő szakasz az az, hogy hogy ezeket a módokat ugye valahogyan ki lehet kapcsolni, meg be lehet kapcsolni. Például, amit beszéltünk az elkerülésről, amikor valaki mondjuk akár egy szerfüggő, vagy mondjuk munkafüggő, akkor hogyha leveszük a függőséget, akkor mi történik? Általában marad ez a fajta kényelmetlen érzés, ami bennem volt. Ami miatt menekülte a munkába, vagy az alkoholba, vagy a számítógépes játékokba, vagy vagy bárhova máshova. És ez általában egy ilyen eléggé fájdalmas szakasz. Kérdeztetek? Tehát rám, köszönöm. Próbálom értelmezni, hogy, hogy, hogy aki mondjuk elkezd inni, vagy mondjuk ö, drogozni, hogy, hogy ez azért lehet, mert Ugye én nagyon ritkán találkozok ilyen számomra, ennyire kényelmetlen esetekkel, de mondjuk ha valakinek ez lehet, hogy napi háromszor van, tehát folyamatosan az életébe ezek a számára ennyire kényelmetlen szituk jönnek, és hogy úgy érzi, hogy nem tudja máshogy kezelni, hanem mondjuk iszok napi három vodkát, és ott egy picit így ellazulok, és nem idegesedek. Tehát, hogy ez a, ez a megoldás? Hogy ezért csinálják ezt? Részben igen. Azt tenném még itt hozzá, hogy nem feltétlenül kell, hogy a külvilág olyan eseményei legyenek, hogy nem tudom, minden nap elütnek egy barátomat, hanem mondjuk Csak úgy érzem magam. Simán lehet az, hogy ez a belső kritikus részem, amiről talán korábban említést tettünk, de ezek az ilyen belső szülő részek annyira kritikusak, hogy bennem ez a fajta, nekem ezt, ezt se jól csináltam, ezt is jobban kéne csinálni, folyamatosan szídja magát ez a van ez a belső szülőrész, ami szidja ezt a belső gyermeki részt, uh -huh. ami egy olyan fajta feszültséget teremt, amit nagyon sokszor az ember még észre se vesz, mert nem, nincs ezek tisztában, az hogy le van zárva, és hogy ezt ne kelljen érezni, ezért ösztönösen az alkohol után jól, vagy ösztönösen a kábítószer után hát legalábbis jól. mondjuk iszik, és akkor azt érzi, hogy akkor úgy uh, hopp, nincsenek ezek a gondolatok akkor mondjuk. Igen, ha egyáltalán észreveszi ezeket Aha. az érzéseket vagy gondolatokat, lehet, hogy csak azon kapja magát, hogy iszok. Nem tudom miért, de hát uh -huh. nyilván, persze, hogy iszok. Tehát uh -huh. nekem, a, nekem a nagypapám volt egyébként ilyen, már nincs közöttünk egyébként ő, aki, akiről most beszélek, és hogy ő nem nagyon tudtuk a bező belső világát megérteni, meg megismerni, viszont ő elég sokszor kiabált, meg nagyon sokat ívott És biztos vagyok benne, hogy ez nem azért volt, mert olyan hatalmas nagy belső egyensúly lett volna, és szerintem én nem is volt tudatában annak, hogy milyen gondolatok vannak benne. Neki magát hogy értetődőnek tűnt az, ahogyan ő szocializálódott, hogy, uh -huh. hogy nyilván, tehát egyszerűen engem azért oldított le, mert hogy a kirakott szülőtából levettem egy szőlőszemet, ami egyébként gyerekként azért volt kirakva, hogy egy egyé róla, mert uh -huh. hogy nem úgy vettem azt a szülőszemet, hogy neki tetszett volna. Uh -huh. És hogy ezért kiabált, de hogy neki szerintem magát értetődő volt, hogy én velem van a baj, hogy így vettem le a szülőszemet, de valójában akárki ezt hallgatja, azt tudja, hogy ez nem, az én hibám volt, hanem valószínűleg ő uh -huh. fejbe voltak erős gondolatok. Uh -huh. És a legtöbb ember szerintem nem biztos, hogy észreveszi ezeket a belső gondolatokat. De hogy lehet ebből kijönni? Hát ugye pont ez, a, amiről most beszélgetünk, hogy először is leépítjük ezeket az ilyen elkerülő módokat. De hogy ha mondjuk én vagyok az, aki piálok. Igen, igen. Akkor, és mondjuk nem is veszem ezt az egészet észre, nem is tudom, hogy mit miért csinálok. akkor hogy, hogyan tudok ebből kijönni? Tehát a környezetem segít? Vagy? Hát jó esetben a környezet azt tud segíteni. Jó, hogyha van az egy belső szándék, mert aki nem akar, és segítsenek rajta, azért általában, az uh -huh. nem lehet. De hogyha mondjuk elmegy valaki akár egy terápiába, vagy akár egy józanlógushoz, <laughs> tud is, én is itt, akkor ott, ott megvannak a szakszerű módszerek, hogy ezt hogyan lehet leépíteni. Többek között a közösség is sokat segít, meg az a szakmai támogatás is. Tehát amikor már azáltal, hogy van egy ember, akivel tudok beszélgetni a problémáimról, már nem vagyok egyedül. Egy icipicit azért csökkenni tud az a fajta feszültség, ami engem mondjuk belehajszol abba, hogy igyak. De nagyon sok fajta feszültség lehet, ami az embert az ivás, mm -hmm. vagy bármilyen másban haj hajszolhatja. És most fontos a hallgatóság kedvéért kiemelni ismét, hogy ez nem csak a PR-ról hanem bármilyen elkerülés. Ez lehet számítógépes játék, lehet telefonfüggőség, Instagram függőség, vagy bármilyen másik dolog. Szóval, amikor leépítjük, akármikor az alkot kivesszük ilyenkor, akkor ott marad ez a fajta feszültség. Na, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Itt alapvetően kettő fontos szakasz van még. Az egyik az, hogy ezeket a belső kritikus gondolatokat valahogyan csillapítsuk. Amire vannak kognitív módszerek, amire te is utaltál, uh -huh. hogy a gondolatokat megvizsgáljuk, és rájövünk arra, hogy ezekre a gondolatoknak a többsége ez mondjuk hülyeség. Tegyük fel, hogy, egy én vezető vagyok, mint amilyen egy 30 fős cégnél, és a 30 fős cégben azt érzem, hogy hát nem tudom, milyen szörnyű vezető vagyok, de közben igazából a számok nem ezt hozzák fel, uh -huh. meg a kollégák is szeretnek. De most át tudom gondolni, hogy igen, mondta nekem bármikor is egy kolléga az, hogy te egy rossz vezető, vagy magas a fluktuációs rá, a tények alapján, hogy ja, az, az nem, igazából egyáltalán nincsenek problémák itt. Ez a kognitív módszer, hogy így átgondolom a gondolatok szintjén. Uh -huh. Lehetnek ez, ez ilyen naplóírások is hasznosak lehetnek, de hogyha az érzések szintjén akarunk gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezeket az érzéseket átírni, akkor erre vannak olyan gyakorlatok, többek között ezt ez egy ilyen nevű gyakorlatnak való. Aki ez szék? szék székmunka, uh -huh. igen. Ezt határozottan mondom, hogy senki ne próbálja ki otthon, uh -huh. különösen nem szakmai segítség nélkül, különösen nem live coachok ne próbálgassák ezt otthon az ügyfeleikkel, akik nem ismerik ennek a működését, mert azért ez nagyon durva gyakorlat uh -huh. lenne. Hogy például ott van egy szék, kiült kiültetjük a te belső kritikus hangodat, és átőzted abba a székbe, a kritikusnak a székébe, és ha elkezdett kiangosítani ezeket a kritikus gondolatokat magaddal szembe, hogy hogy lehetsz ennyire szerencsétlen, és akkor ezeket a gondolatokat ismerjük, és átőzted egy másik székbe, ahol meg a belső gyermekedet megtapasztalt, hogy ó, basszus, ez milyen érzéseket kell bennem, aztán átőzted egy harmadik székbe, és megpróbálod valahogyan konfrontálni ezt a belső kritikus, és azt mondanak, hogy figyelj, így nem lehet beszélni egy gyerekkel, vagy, vagy valamilyen hasonló módon, hogy meg tud védeni ezt a fajta. És ez ennek olyan... bizarr. Nagyon bizarr, meghallzik. nagyon bizarr, és egyébként elképesztően nagyon nagy hatású érzelmeket fog felkavarni a legtöbb esetben. És a legtöbb esetben az történik, hogy az ember nem is tudja konfrontálni a belső kritikusát, mert annyira ilyen ijesztő érzések kapcsolódnak hozzá, hanem nagyon sokszor az van, hogy a terepel utána kell bekapcsolódni, hogy akkor ő megvédje ezt a belső gyermeki részletet a belső kritikustól és na, ezek érzelmi szinten át tudják írni a Érdekes, hogy ezt így elképzeltem, azt hiszem, hogy az már ilyen érzem, hogy ilyen, nyugtalanító érzés, vagy nem Abszolút. A... Nagyon, érdekes. nagyon érdekes. nyugtalanító, igen, igen. És tehát az egyik tész az, hogy akkor belső kritikussal kell megküzdeni, másik, hogy valahogy ezt, a, ezt, az ilyen sebzett gyermeket valahogy megkapja azt a fajta gondoskodást, amire szükség van ezeket az érzelmi igényeket, azt a fajta megbecsülést, figyelmet, szeretetet, jó visszacsatolásokat, és így tovább. Ez a kritikus, ez tipikusan ez a belső szülő? Általában? Igen, igen. Hm. Ez a, az, 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 ugye vannak belső egészséges szülőrészek, amik mondjuk egy ilyen jó mintát. De használom. ugye ez, ezt, 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 ugye nagyon sokszor hallottam, ezt a belső szülőt, meg hogy ez a integrálód magadba, Aha. hogy ez, ez szó szerint úgymond az, az anya karaktert, aki az anyukád, meg az apa karakternek valamilyen ilyen elegyét integrálod magad? Tehát úgymond ilyen létező mintákat veszel be? Szenzációs kérdés. És jó hogy is, hogy is ezt felhoztad, Alapvetően nagyon sokszor vissza lehet hallani szó szerint azokat a mondatokat, amiket mondjuk édesanyja, édesapa elmondott. De az nagyon fontos, hogy ez, ez a belső kritikus, és sosem a belső édesanyja, a belső édesapa, hanem ez, ez, ez egy ilyen keverék. Tehát ez nem egy valódi ember. De van rész, külön van. olyan is, hogy tehát van a belső kritikus, meg van a belső anya, meg a belső apa, tehát ez mind létezik külön? A sématerápiában nem foglalkoznak ezzel. Tehát van a belső kritikus, meg van a belső egészséges rész, Tehát mindegyik ilyen szülőrész legyen szó, szóval, hogy a kritikus, vagy az egészséges. És szülő részre. mindegyik egy ilyen mixtúra, abból, amit mondjuk az óvónéni, a tanárok, az összes szülő, a nagyszülők, a nevelők, a felnőttek, ahogyan bántak velem, és ezeknek a, a keveréke lesz végül is a belső kritikus, illetve hát a belső egészséges szülő. Ez érdekes. Igen, tehát hogy, hogy ezért is van, mert például amikor, hogyha még a saját édesanyám azt képzelném a kritikus székbe, aki mondjuk kritizált engem, az sokkal nehezebben tudnám elküldeni a fenével, mint mondjuk, mint mondjuk ezt a kritikus részt. Ez a tapasztalat a terápiában is, meg hát, hát, azt tudjuk, hogy az édesanyja, a valódi édesanyja az nagyon sokszor, sokat adott is, és nem csak elvett. Na, na, most a kritikus rész az a legtöbb esetben inkább csak elvesz. Uh -huh. Szóval ez egy ilyen érdekes dolog. A másik ilyen lehetőség, hogy hogyan tudjuk ezeket a, a sebeket begyűjteni érzelmi szinten, azok az ilyen imaginációs átírások, amikor levisznek egy kicsit ilyen hipnotikus állapotba, és hát megvan a maga módja, de nagyon röviden leegyszerűsítve hát hogy mi történik ilyenkor, hogy fel érdemes idézni egyfajta traumatikus emléket. És a traumatikus emlék, hogyan ez lejátszódik, tegyük fel, mit tudom én, hogy nekem volt egy ilyen rövid emlékem, hogy, hogy, hogy megszivattak azzal a lányok, hogy a lány vécébe van egy szellem, és mondta, hogy dehogy van ott, de, de, de nézd meg, nem, nincsen ott. És aztán oda mentem a lányvécéhez, elsős voltam volt, tehát nem, nem felnőttként történt ez. Oda hívták a tanárt rám, és akkor a tanár az nagyon lekiabált engem, hogy mit csinálok én itt a lányvécében, majd ők meg nyilván kiröhögtek, és ez nyilván egy nem volt egy kellemes érzés egy elsős kisfiúként. És például, hogy, hogy ebben a helyzetben mi történik, az történik, hogy elkezd lejátszódni a helyzet, majd el kell képzelni azt, hogy belép a terapeuta, és a terapeuta megszólítja az én hipnozisom közben a különböző szereplőket a történetben, és elkezd velük egy ilyen kommunikációval lépni. És mondjuk akár lehet az, hogy, hogy elkezd beszélni a tanárral, aki velem mordi be, hogy álljon le, álljon le és hogy hallgasson meg ezt a gyermeket. Hát nem erre van szüksége a gyermeknek, hogy így ordítsanak vele. és Ugyan tudjuk, hogy ez egy bugyuta gyakorlatnak tűnik, de érzelmi szinten ezek konkrétan át tudják írni ezeket a traumatikus emlékeket nagyon sokszor. De nyilván ez kell egy szakszerű felügyelet, tehát ezt nem tudja akárki megcsinálni. Korábban például még a pszichológusok sem tanulhattak Magyarországon sématerápiát, csak a klinikai szapszichológusok, tehát hogy ez most egy ilyen, egy ilyen tűnő módszer, de valójában azért ennél jóval komplikáltabb azt próbálom összerakni a fejembe, hogy ugye van a sématerápia, van ez a 18, 18 séma. Igen, igen. Amit úgy meg lehet különböztetni, hogy a Mondja egy példát, hogy milyen séma? Például mondjuk a könyörtelen mérce Igen, séma. Igaz van, az a könyörtelen mérce. És amiről most beszélünk, az, azok már a megoldás? Hogy hogy lehet uh, Így van. úgymond kezelni, vagy csökkenteni ezeket? Igen, abszolút. Maguk az a 18 fajta sérülés, az leginkább a gondolkodásunkat szövi át, hogy uh -huh. lehet ezeket felismerni, hogy ezek hogyan torzítanak be, de a megoldás azok az nyilván a gondolati szinten is lehet, de az érzelmi szinten a terápiában mondjuk ezek uh -huh. így néznek ki. És ez azért is érdekes szerintem, és aztán lassan majd az adásnak a végéhez érünk, hogy, hogy a legtöbb ilyen terápiás tradicionális folyamatban mi történik, hogy az embert visszaviszik a traumatikus emlékekbe, ezeket újra átéri, és hát akkor, oké, okay, felnőttként ezt átélted, erősebben kiössz a folyamatból, feltártad, jó. De a fájdalom az ott marad, meg a sebek nem mindig gyógyulnak be. És ebben a helyzetben, ebben a terápiás módszerben az nagyon jó, hogy vissza ismész, foglalkozol is ezekkel, felnőttként újra is éled, de ezek nagyon sok mértékben tudnak gyógyulni is. Szóval ezért szerintem ez egy szenzációs módszer, és biztos vagyok benne, nem volt egy-kettő olyan, hanem pontosan ugyanezek, de volt egy-kettő olyan szempont vagy gondolat, ami talán a te terápiádban is jelen volt, még hogyha nem mm -hmm. is pont így. Abszolút, abszolút. És hát ugye még annyit, hogy beszéltünk korábban ezekre az egészséges igényekről, akár a autonómia, önállóság, spontaneitás, biztonságos kötődés, hogyha ezek nem voltak meg, akkor ez a terápiás kapcsolat is tudja gyógyítani, hogy van egy olyan mint a személy, aki ahogyan viszonyul hozzám, az be tudom építeni. Mint ahogy beépítettem annó a belső kritikus hangokat, be tudom ezeket a gyógyít hangokat is építeni magamnak. És akkor ennek az eredményeképpen megerősítik az belső egészséges felnőtt, aki mondjuk egy ilyen helyzetben az építkezésen is <coughs> túl tud kerekedni a félelmeken, és figyelembe tudja venni mind a kollégák szempontjait, mind a saját érzését, mind más emberekét, és, és azt van, tud működni a világban, és egyensúlyban. Úgy legyen. Nagyon szépen köszönjük nektek a figyelmet, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!